Szép jó napot kívánok, ez itt az NX TV és benne az ESL, Erdélyi Szuperliga. Hát ugye az este próbáltuk volna Facebookon közvetíteni, de srácokat, de sajnos nem jut össze. Így az lett a megoldás, hogy most fogom visszajátszásból. Most hát akkor nézzük meg, hogy mi is történt. Tehát egy kis reklámblokk után itt is vagyok. Nos, hát az időmérőn úgy történt, hogy Pécsvári lett az első, Kis Barnabás a második, Orbán Tamás a harmadik, Kárász Rudolf a negyedik, Horváth Ádám az ötödik, Raffai Ádám a hatodik, Fritz Walter a hetedik, Szombati Péter a nyolcadik, Jaksi Gyula a kilencedik, Farkas Márton a tizedik, Bence, Várhegyi Bence 12, Kislevi 13. Jó, most itt egy kicsit össze van kavarodva minden. Cséplő Máté 14. Nos, hát amit kell tudni, ugye Monza F1 2011, kerstélyeres minden. Működik, nem működik, ezt nem lehet tudni, de majd kiderül. Srácok mindjárt felérnek a felvezető végére, melegítik a gumikat. Pécsvári szépen óvatosan be is áll a helyére. Lassan mindenki föláll, Horváth Ádám melegíti a gumikat. A Raffai is, és nézzük előről. Kigyulladnak a piros lámpák, és most el is alszanak, Pécsvári az első helyen. Szépen elkapta a rajtot, viszont itten egy kis csetepaté, talán Pécsvári nem fogja tudni megtartani, így is van. Pécsvárit megelőzte Ádám és Horváth Ádám. Illetve ott volt egy kis csetepaté, de hála Istennek nem történt nagy gond. Viszont itten a harmadik, negyedik, ötödik helyen, itt azért előzgetik egymást a srácok elég szépen. Igen, Orbán Tamás nem is fért be a kanyarba, ezért elég sokan elmentek mellette, ha jól látom, Kárász Rudolf is. Nem, Kárász Rudolf a nyolcadik helyre esett vissza, akkor ki a... Ja, Fritz Walter, igen. Fritz Walter elég szépen feljött a negyedik helyre. Hát viszonylag problémamentesen jöttek el a srácok, úgyhogy egyelőre baleset nem volt. Viszont itt hátul Renault, ki van a Renault-val, nézzük csak meg. Jaksi Gyula. Illetve Jaksi Gyula előtt Farkas Márton próbált volna előzni, de nem fért be. Viszont Jaksi Gyulát Várhegyi Bence próbálja megelőzni, hát ugye Monzában elég kis leszaladó erőkkel, így Jaksinak még egyelőre előnye van. De azért toszogatják hátulról. Nézzünk egy kicsit előrébb. Így is van, Kárász Rudolf és Cséplő Máté újból össze találkoztak. Jó, és ott lag. Hát Cséplőt szerintem ledött a szervel.
Hát nincs. Nincs szerencse, így van. El is távozott közülünk. Kis Levi-ről azt kell tudni, hogy ő a boxból indult, pont a restart miatt. Hát nem az ő napja, úgy néz ki. Na most hát akkor újból itt vagyunk elől, Horváth Ádám az első. Nagy meglepetés. Második helyen Fritz Walter, elég szépen feljött. Míg az imént, amikor mutattam, még negyedik helyen volt, úgyhogy pár előzésről le is maradtunk. Pécsvári László a harmadik. Próbálja Fritz Waltert megelőzni. És nem sikerül neki. Ó, itt hátul kis Barnabás, hát elég szépen vágta azt a drága sikánt. Úgyhogy vissza is esett a 8.-9. helyre. Karas Rudolf van mögött. Nem. De Karas Rudolf van mögötte. És Rudolf hátánál, ha jól látom, így is van, Várhegyi Bence. Hát azt kell mondjam, hogy Bencének ez az évad, ez nem teljesen úgy alakult, ahogy szerette volna. De hát ez van. Itt úgy néz ki, vonatoznak a srácok elég szépen. Farkas Márton vezeti a bolyt. Őt követi kis Barnabás. És most próbálna előzni, de nem. Nem jön össze neki. Karas Rudolf a szélárnyékba. Talán most meg fogja tudni előzni kis Barnabás, marad külsőiben, és... kis agresszivitással, de nem sikerült, sőt, olyannyira nem sikerült neki, hogy Várhegyi el is ment mellette. Úgyhogy erről ennyit, viszont kis Barnabást Várhegyi most talán féktávon, nem ütik ki egymást, nem. Nem jött össze. Tumultus van elől, úgyhogy nem is nagyon fér be. Karas Rudolf hibázott, lecsúszott az évről és meglátogatta a Sauder ágyat. Biztos álmos volt. Na és akkor talán Várhegyi Bence meg fogja tudni előzni. Ott elő Jaksi. Igen, Jaksi. Jézusom, ki se tudom mondani, hogy ki hol van, mert annyira 2-4-5-en is egy helyen vannak. Na ezek hogy fognak befordulni? Tumultus a pályán. Keresztbe autóznak az autók. Na, ezt jól megfogalmaztam. Gyermekeim. Föltámad Cséplő Máté. Hát úgy néz ki, hogy csak egy simmalag volt. Úgyhogy Cséplő Máté a 7. helyen van. Előtte Farkas Márton az előbb előzte meg. Nézzük, Várhegyi Bence a 8. helyen, kis Barnabással fog történni valami, vagy levágta a pályát. Na hát ottan megint tumultus van. Ajjajjajjajjaj. Cséplő elhagyta a pályát. Visszaesett 11. helyre. Kemény füstölések mennek. Jaksi Gyula megpróbálja Szombatit megelőzni. És talán... Nem, itt még nem.
ott tartja külső éven, szombati belső éven, közben ahelyett, hogy megelőzte volna a szombatét. Na, mi fog történni? 3-on egy helyen. És Szombati Péter elrontotta. Nem tudott megállni. És Cséplő meg is előzte, viszont hol van Jaksi? Jaksi Gyula valamit hibázhatott, mert visszaesett a 12. helyre. Tehát az előzés az nem jut össze neki. Hopp, és Kálász Rudolf repülőt játszik. Rámet a frány rázókőre, viszont Jaksi Gyulának ez nagyon jól jött, mert rá tudott tapadni. És ha jól látom, mindjárt meg is lesz előzve. Így is van. De nem. Nem hagyta magát Rudolf. Hát menjünk előre, mert itten előzés történik. Szombati Péter Cséplő Máté előzi meg. Vagy csak szeretné. Nem, meg is előzte. Meg is tudja tartani. DRS nem nyílik. Szombatinak nyílik a DRS. Mások féktávon ki a hatékonyabb, és nem. Szombati vissza tudta menni, és Cséplő már megint felakadt, nem, hála Istennek. Viszont Jaksi között a hátánál van, úgyhogy ebből feltételezem, hogy előzés lesz. És újból rázókő, ami nem igazán tesz jót a kigyorsításnak. És megint ugyanaz a séma. Jaksi megpróbálta megelőzni az előtte lévő emberkét, és a mögötte lévő előzte meg. Mármint Kálász Rudolf kihasználta és meglőzte Jaksit. És most Jaksi megpróbálja visszaelőzni, és nem megy, és hibázik, ráment a rázókőre. Közben Cséplő ért oda Rudolf hátához, és talán... Na, mások lesz előzés. Cséplő bent tartja. Nem. Nem engedi el. DRS az nyílik. Hú, ráhúz egy kicsit az autót. És itt megelőzte, viszont kis kockátúrról Rudolfnak jobb lett a kigyorsítása. Na fiúk, el kéne dönteni, hogy előzünk vagy nem előzünk. Közben 8. körben vagyunk, és a Cséplő... Hát... Ebből a szögből nem lehetett látni, hogy most kiütötték, vagy csak önmagából kifordult. Ja, hát akkor menjünk előre. Csináljunk majd egy kis népszámlálást. Közben Bence itten próbál előzni. Ha jól látom, nem csak próbálom, meg is előzte kis Barnabá. Nem kis Barnabás. Kit előzött? Ki vagy, farkas? Miért nem mutatja nekem farkast? Ja, hogy mellő lehet lekörözött. Na, hát akkor menjünk még előrébb, és akkor nézzük, hogy itt elől mi történik. Itt elő pont Orbán Tamás próbált volna előzni, viszont nem jött össze neki a féktáv. Így kimenekült a pályáról, méghozzá Pécsvárit próbálta volna megelőzni. Viszont hibájának köszönhetően Rafai Ádám közelebb furakodott. Na hát akkor kezdjük előről, tehát első hely Fritz Walter.
a Ferrarival. Mögötte Horváth Ádám. És mivel tudja használni a DRS-t, ezért feltételezem, hogy izé-bizé, egy másodpercen belül van. Ádám mögött Pécsvári László a harmadik. Még hátrébb a negyedik helyen Orbán Tamás. Ötödik helyen Raffai Ádám. És azután egy elég szép nagy szünet, és aztán Kis Barnabás, illetve Farkas Márton próbálják egymást legyűrni. Lássuk a féktávnál ki lesz a hatékonyabb, hát igen. Na hát furcsa lagok voltak itten, legalábbis a visszajátszásban. Tehát Kis Barnabás még egyelőre a hatodik helyet megtartotta, de már visszaesett a hetedikre, most újból hatodik, így van. És közben, miközben ezek a drága gyermekek itt harci praciznak, addig Várhegyi Bence megelőzte mindkettőt. És itt hátul nagyon agresszív Kis Barnabás és Farkas Márton. Hogy ütik-verik egymást, nem sajnálják. És most egy szép előzés. Tudom, kezdi jeles benyomva. Így is van, Farkas Márton elment, és befért, igen. Viszont Bence elrontott a kigyorsítást. Márton neki ment egy kicsit. Így úgymond egy kicsit megtolta. Márton ráment a rázókőre és Barnabás, és itt most szépen meg is előzte. Ájjj, ha nem érnétek egymáshoz, az jó is volna. Elég azt agresszívül viselkednek egymással. Hát talán még számukra befér, belefér ez, viszont itt a háttérben Szombati elvtársunkat láthatjuk. Ő lett a harmadik nevető. Ez a két jó madár kiüti egymást. És jól láttam, eltűnt. Na, Szombati egy szép előzéssel Kis Barnabást, áj, és felakadt a rázókőre. Hát, igen. Ez nem jött össze. Sőt, olyannyira nem jött össze, hogy Kárász Rudolf lassan, de biztosan utol is fogja érni. Hát... Barnabás nem teljesen ortodox módon küzletkedik a pályán, szóval van az mindenhol, rázókőtől kezdve a pálya szélén, mindenhol közlekedik, átment off-roadba. Nos, és nem telt bele sok idő. Rudolfunk utol is érte Pétert.
Nos, és akkor itten eme két pilótából láthatnak egy nagy színészt. De inkább nem lövöm el a poént. Écsvári, feltiszteltem a boxba lehetett, mert 7. helyre esett vissza, előtte Orbán Tamás, aki ugyancsak, ha jól emlékszem, előrébb volt, úgyhogy feltételezem, ő is boxba volt. Így van, meg Kárász Rudolf az 5. helyen van. Nézzük még előre, hogy Bence 4. helyen, Raffai 3, Horváth Ádám 2 és Fritz Walter 1. Hát Walter Kám nagyon siet. Tehát, mintha láttam volna valamit, de talán csak oda képzeltem, de nem. Hát, igen. Kicsit széthult a mezőny. Ugye elkezdődtek a blokkok. Elkezdődtek a boxok. És ez nem, hogy összehúzta volna a bandát, hanem egy kicsit széthúzta. Na, lássuk Farkas Márton, mi fog történni. Ideje az nincs, úgyhogy lehet, hogy dűr bele bum lesz. Ja, hát nem volt semmi. Gondolom valahol vágott. Na hát és akkor vannak kiesőink. Nyaksi Gyula, Kis Levente. Két Lotus Renault. Nos, és a 15. körben vagyunk. Horváth Ádámot láthattuk, ahol elfékezte egy kicsit a gumikat. Jó nagy füst. Na és Várhegyi Bence elég szépen feljött a 4. helyre. Pécs várja az 5. Orbán Tamás 6. Kárász Rudolf 7. és Kis Barnabás 8. Őt követi Szombati Péter a 9. helyen. Majd a 10. helyen Cséprő Máté, Csetlik Botlik. Jó, most nem Csetlik Botlik. Nem tudom Mátéval mi történik mostanában, mert elég gyors pilótának ismerem, és hát nem igazán jönnek össze mostanában a futamok, hogy elnéztem a pályafutását, úgy néz ki, hogy egy ligában se nagyon jönnek össze neki. Tehát ilyen Kimi stílusban fut, tehát van, amikor nagyon-nagyon szuperül megy, és van, amikor extrémül szalul. Bocs Máté, de hát ez van. Ez mondjuk lehet a gyakorlás hiánya. Időhiány. Hopp, igen, és koncentráció hiány. Most is ugye láthattuk, hogy kicsit kiebb eresztette az autót, mint kellett volna, és ennek az lett a vége, hogy
megpördült. És természetesen visszaesett 11. helyre. Előtte Kálász Rudolf újból, ő is füstölt egy jó nagyot, úgyhogy úgy néz ki, hogy ottan az a féktáv az annyira extrém, hogy nagyon-nagyon nagyokat füstölgetnek fékezéskor. Na és helycsere, Raffai Ádám az első helyre jött föl, az azt jelenti, hogy Fritz Walter boxban volt, és Várhegyi van előtte, akkor egy izgalmas előzést, csatát láthatunk azonnal. Hát ez nem előzés volt, ez kikerülés. Nos, hát még egyenlőre állám az első. Ugye most ment át a célvonalon, úgyhogy 1.26.2.21 volt a legutóbbi kör ideje. Második helyen Fritz Walter ugye begyújtotta minden tehetségét, és 1.24.9.23-mal ugye ezt azért tudjuk, hogy új gumi van rajta. Várhegyi Bence, hát Bencének ez a köre, ez elég ramagy, 1.32.6.89, gondolom már kopott gumikkal van. Orbán Tamás 1.25.6.39-el a negyedik helyen áll. És Kis Barnabással megint történt valami. Feltételezem, újból vágta a pályát. Majd Leviék oda kell figyeljenek, és a hátra mögött Szombati Péter jobbról balról megpróbálja megelőzni. Úgyhogy Szombati Péternek ugye van mért ideje, 1.26.0.33, viszont Kis Barnabásnak nincsen. És valami nem oké, mert Kis Barnabás cikázik Péter előtt, tehát nem tartja az ívet. Ami nem teljesen tisztességes szerintem. És most meg tudta előzni. Na, akkor nézzünk hátrébb, Farkas Márton. Na, Farkas Márton olyan gyors, mint az első, második helyen lévő Fritz Walter. 1.24.9.34. Kárász Rudolf is 1.24.9.77. Horváth Ádám 1.24.6.53, ugye a box kiállás után visszaesett, ő is. Pécsvár 1.23.6.90, szerintem ő a leggyorsabb kör. És természetesen újbóli kieső, ezúttal úgy néz ki, hogy végleges kieső, Csíprő Máté. Na, ja, hát Raffi Ádám az első helyen 1.26.2.18-at megy. Lássuk, hogy most ebben a körben mi lesz az ideje. Hát
1.30, 1.2, mennyi? 2.46. Nem egy hú de hú kör, mondjuk nem is hihet annyira. Viszont a hátánál Fitzwalter 1.24.850-nel jön. Tamásunk 1.25, Péterünk 1.26, Barnabás 1.34, Bence 1.24, Farkas Márton 1.26.1, Barnabás a boxba, mint mondtam, Horváth Ádám 1.24.4, és Pécsvári hibázik, és neki megy a falnak. Ő volt a leggyorsabb, de hát sajnos ennyi volt neki a futam. Úgyhogy még egy kiesünk, ez egyre jobb. Fogynak a pinóták. Úgyhogy nem kapnak pinóta gexet. És a 20. körben vagyunk. És Ádám jön a boxba. Nem tudja megtartani az első helyet, mivel Fritz Walter 1.25.089-el át is veszi az első helyet. Úgyhogy ennyi. Orbán Tamás a második. És Raffai már ki is jött a boxból, úgyhogy menjünk vele egy kört. Hát, Horváth Ádám szépen át is fűzte magát Orbánon. Nem kérdezett, előzött. Tamásunk DRS-sel is csak tartani tudta Ádámnak a szélárnyékát, úgymond. Hát szerintem nem fogja tudni visszaelőzni. De nézzünk hátrébb, mi történik. Szombati Péter elég szépen, kis sunyi módon feljött a negyedik helyre. Ugye, elől is volt, hátul is volt, most elől van. Viszont Várhegyi Bence veszélyes lehet rá. Legfőképp, hogy 1.24.660-at ment Bence, és Péter ő lassabb, majdnem egy másodperccel 1.25.966. Nem, 65, bocsánat. Nézzünk addig egy picit hátrébb, Farkas Márton, Kárász Rudolf, Horváth Ádám, hát Ádámkám is, Horváth Ádám elég szépen visszaesett. Kis Barnabás 9. helyen, és ugye Pécsvári, tehát 9-en maradtak a futamon. Akkor menjünk előre, nézzük meg, hát ha lesz-e itt előzés.
Hát egyre közelebb van, Bence. És hogy látjuk, elég szép nagy végtempója van. 3.34-et ért el. Hát... Péter próbál védekezni, de... Helyet az nem hagy neki, hogy hol előzze, szárja az éveket. Na talán itten, up és belső éven. Most egymás mellett vannak. És DRS nélkül előzte meg, ami azt jelenti, hogy a végtempója Bencének nagyobb, mint Péternek. De a probléma mentesen eljött. Viszont most Péter nyithatja a DRS-t, úgyhogy... És még az sem nagyon elég, sőt, egyáltalán nem elég ahhoz. Talán picit meg tudta közelíteni, de... Igen. Viszont Péternek jobb a kigyorsítása Bencihez képest. De az sem elég. És a 24. körben vagyunk. Ahol úgy néz ki, hogy csak 9-en maradtak a pályán. Fritz Walter az első. Raffai Ádám a második. Orbán Tamás a harmadik. Várhegyi Bence a negyedik. Szombati Péter az ötödik. Farkas Márton a hatodik, Kárász Rudolf a hetedik, és hogy így elnézem Rudolfot, nagy az esélye, hogy nem sokára előzni fog. Nyolcadik kis Barnabás, és Horváth Ádám is feladta, úgyhogy már csak 8-an vannak. Hát igen. Furcsa, de majdnem fél banda kiesett, úgyhogy 1, 2, 3, 4, 5, 5-en estek ki, hát ez nem valami úgy jó. És ott láthattuk, ha jól emlékszem, akkor Rudolf volt kint a boxba. Nem, Péter. Péter volt kint a boxba. Gumicsere. És ahogy látom, ott volt egész végig az Egér a képen, úgyhogy egeres képünk volt egész mostanáig. Közel 39 percen keresztül, de hát... És a 25. körben vagyunk. Ha jól emlékszem, 32 körös volt a futam, úgyhogy még egy pár kör is. Hopp, és Kárász Rudolf előtte Orbán Tamás, úgyhogy az új gumikkal utol is érte, sőt Tamás hibázott, úgyhogy Rudolfunk megpróbálja megelőzni.
És úgy néz ki, hogy 6. helyen Szombati Peti, Péter, közeledik Kálász Rudolfra, legalábbis gyorsabb, majdnem 2 másodperccel. Itt még esetleg lehet esélye Péternek az 5. helyre. Hú, Orbán Tamás 1.23.8.29. Elég szép kör volt. Bence a 3. helyen, újból dobogós. Rafael Jádám egyre közelebb van Fritz Walterhez, úgyhogy úgy néz ki, hogy az utolsó körök izgalmasak lesznek. Hát akkor nézzük Rafai szemszögéből, kis ombor. Na és most láthatunk egy gyönyörű előzést, vagy mégsem. Egyenlőre Rafai előrébb van. Egy Walter be sorolt mögé. 29. körben vagyunk, és Walter úgy látom nyithatja az első szárnyat. Az első szárnyat? Hátsó szárnyat. Mondjuk amennyire akarnak a Forma 1-be előzgetni, illetve azt szeretnék, hogy folyamatos előzés legyen, nem kizárólag, hogy az első szárnyat is lehet majd nyitogatni. De reméljük, odáig nem süllyedünk. Viszont a Forma 1-ben a pilóták olyanok, mint a istenségek, van nekik glóriájuk. Tudom, szarkoim volt, de hát ez van. Schwalter meg folyamatosan nyílik, úgyhogy folyamatosan egy másodpercen belül van. Harmincadik kör. Nem tudom, még 2 kör, úgyhogy még 5 perc. Schatzper kb. Hát akkor nézzük Fritz Walter szemszögéből. Jaj, és elrontja. Azt tudjuk, hogy Rafa is van, amikor elrontja a féktávokat. De talán most ezúttal be fogja tudni húzni. Á, nem sok tapadása van Walternek. Na nézzük Ádámnak végtempóját. Cél egyenes. -3.43 a végtempó Ádámnál. Lássuk Walternél. És lemaradtam róla.
Várhegyi Bence. Három, harminc, négy, öt. 3:39 megállt. Orbán Tamás 1:36, 1:38, 1:38, picit átugrott 1:39-be, de aztán már ugye pálya vége volt. Rudolfnak 3:42. Na, Péterről lemaradtunk. Farkas Márton és Kis Barnabás. Ami 1:32 környékén láttam, vagy 34. 3:34, bocsánat. 29, 34, 35. 1:37. Nem, 3:37. Na, és már még nem maradtunk. És közeledünk a végéhez, nagyjából talán ez az utolsó kör. És Rafai Ádám az első helyen. Na, valamit elszámoltam. És ez a 34. kör. Na, de mindegy. Tehát akkor népszámlálás. Rafai Ádám első hely. Fritz Walter második hely. Elég sokat volt elől. Várhegyi Bence harmadik hely, de Bence hátulról jött fel. És azért voltak csatái elég szépen. Orbán Tamás negyedik helyen van. Szombati Péter is, ő az ötödik helyen van, viszont elég szépen hátulról jött föl. Kárász Rudolf. Kárász Rudolf a hatodik. És Farkas Márton van a nyomában. Őt követi Kis Barnabás. Na, de nézzük itten Márton is. Rudolf. Mit művelnek egymással? Gyorsan előre kapcsolunk, mert... Nem? Még van körünk. Közben Farkas Márton leszakadt Rudolfról. Hát nem úgy néz ki, hogy itt lesz valami előzés. Igen, és elszóltam magam, Kárász Rudolf hibázott, és Farkas már be is tette mellé, és simán megelőzte problémamentesen. Természetesen DRS-sel, lássuk a féktáv. Igen, és Farkasunk meg tudott állni, úgyhogy
elment a piroska mellett. Hát nem úgy volt, hogy a farkas bekapta a piroskát, hát ez most elment mellette. Nézzük, alól tolt itt-e valamit. Hát elvül az történt, hogy Ádámunk, Rafai Ádám lett az első, úgyhogy Monzában ő volt a leggyorsabb, illetve a leghatékonyabb. Második helyen Fritz Walter jött be, és a dobogó utolsó helyére nem más, mint Várhegyi Bence tudott fölkapaszkodni. Így is van, úgyhogy Red Bull 1-3, Fritz Walter egy Red Bull szendvicsben. Negyedik helyen Orbán Tamás, ötödik helyen Szombati Péter, most ő ér be. Így is van. Hatodik helyen Farkas Márton, aki megette a kis piroskát. Hetedik helyen Kárász Rudolf. Nyolcadik helyen Kis Barnabás, azonnal ő is be fog érni. Így is van, és Barnabás is beért. És akkor a kiesők, Horváth Ádám, Pécsvári László, Cséprő Máté, Jaksi Gyula és Kis Levente. Nos, hát akkor köszönöm szépen a figyelmet. Még ma lehetséges, hogy jövünk az F1 2017 NPL-nek a visszajátszásával. Ha nem, akkor majd csak holnap lesz megcsinálva. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!